Márkora délután is több társaság is kitelepült, hogy főzzenek vagy éppen közösen süssenek. Készültek egészen különleges bográcsos ételek is. Roganoff csíkok lesznek lábszárból, marhalábszárból és marhalapockából. Hozzá lesz egy kapros tudós galuska. Készültünk egy kis tarjával, felét otthon pácoltuk, fele bolti, és akkor így székelünk egy picit. Hányan jöttetek, kik jöttetek, miért fontos nektek ez a mai nap? Hát körülbelül 20-an vagyunk, leszünk, annyi főre számolunk. Hát igazából a család és a kollégák azért, hogy kicsit összetartsunk, és süssünk, főzzünk, beszélgessünk egy jót. Néhány méterrel arrébb a gyerekeket ugráló vár, a felnőtteket pedig színpadi produkciók várnák a Dalmanti falunapon. Érkezik a búza, jön minden irányból, Kárpát-medencének távoli sarkából. Ott termette búza, hol magyarok élnek, búzavetés közben magyarul beszélnek. Boldogan adják ők tettük szív és lélek, azt is jelzik ezzel, hogy még vannak. Testület úgy döntött, hogy az idén legyen egy falunap, ahol nagyon-nagyon sok színes program lesz, sok fellépő sztárral, helyi iskolásoknak a műsorával. Együtt fogyasztunk el este egy közös vacsorát a falu lakosságával, és hát ez az a rendezvény, aminek nagyon fontos szerepe van egy kis közösség életében, úgy gondolom, hisz ez az a nap, amikor tulajdonképpen a falu apja nagyja összegyűl, együtt szórakozunk, együtt beszélgetünk, együtt töltjük ezt a mai napot tulajdonképpen, és ez nagyon-nagyon jó. Nagyon sok embert várunk a mai rendezvényre, bízom benne, hogy el fognak jönni, és együtt fogunk ünnepelni. Dalmandon évek óta hagyomány, hogy a nyár vége felé közeledve falunapot tartanak. Idén a programokra szükséges pénz egy részét a Magyar Falu programon nyerte el a település önkormányzata. A falunap megszervezése mellett a Magyar Falu program arra is lehetőséget adhat a dalmandi önkormányzatnak, hogy a települést fejlesszék. Szeretnénk még óvoda udvarfejlesztést, szeretnénk temető felújítási projektbe, szeretnénk a belterületi utak javításába még pályázni. Hát ezeknek a beadási határideje most lesz augusztus, illetve szeptember hónapban, tehát bízom benne, hogy sikerül ezeken a pályázatokon is nyernünk. A dalmandi falunapot este közös vacsora, majd pedig bál zárta.